Péntek délután megkezdődött az Agárdi Pálinka Bor és Kolbász Fesztivál. Lesz itt minden, mi szemszájnak ingere ezen a hétvégén. A szervezők ezúttal is a legfinomabb ételekkel és italokkal, valamint változatos programokkal készültek a látogatók számára. A Kolbász Fesztivál révén természetesen vastagon hoztuk a kolbász változatokat mindenféle módban. Két nagy vendéglátó egység áll rendelkezésre arra, hogy a kolbásznak minden formáját be tudja mutatni. Tesszük is, tehát a világos bajokolbásztól elkezdve a autentikus sima kolbászon keresztül, a szűzérmébe csavart kolbászon át minden megtalálható, ami kolbász, illetve a füstölt sós termékeket sem szeretném azért kiadni, mert három nagyon csodálatos füstölt sósunk van, akik mind füstölt sonkákat, illetve egyebeket, minden, ami füstölt sóssal kapcsolatos árulnak, úgyhogy ezek várnak kedves vendégekre. Az ízletes ételek után a finom italokat is ajánlatos megkóstolni. A felnőtteknek szóló cseles szörp például igazi kuriózumnak számít. A cseles, ugye ezt, hogyha mindenki látta a cápát, most ott a két fiatal fiú kitalálta, hogyha valaki nem szereti a sört, nem szereti a bort, akkor ők megpróbálnak egy ilyen felnőtt szörpöt csinálni. Ez egy nagyon könnyű ital, inkább a koktélhoz hasonlítanám. 4 centet kell beleönteni egy 3 deci szódába, és már lehet is inni. A fesztiválon természetesen a legkisebbekre is gondolnak, a gyerekeket többek közt arcfestés és interaktív játékok várják a 3 nap során. Gyerekjátszóval készülünk a gyerekeknek, ahol ingyenesen különböző játékokkal ismerkedhetnek meg, ezek fejlesztő játékok lesznek elsősorban, és akkor itt középen pedig egy ilyen rajzolós, kreatív sarokkal készülünk a gyerekeknek, ahol különböző feladatokat tudnak megoldani, origamizni, illetve a szélén pedig itt így van, lesz csillámtetoválás, arcfestés, lufi hajtogatás, illetve óránként egy ilyen óriás buboréksóval készülünk még a gyerekeknek. A zenerajongókat péntek este a Dinamit Duc várja, szombat délelőtt Kovácskovics Fruzsina gyermekkoncerttel készül, míg szombat este Józsa Tamás és Gellért Tamás akusztikus estje lesz hallható. Vasárnap délelőtt a Csodavilág gyerekzenekar játszik, kora este pedig a Kristály Band fellépése zárja a programok sorát. A szervezők minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várnak.